Épül a védőnői szolgálat Nyírbogáton, az egészségügyi alapellátás fejlesztésére már szükség volt. A védőnői szolgálat rászorult a felújításra, hamarosan egy modern, jól felszerelt épületben láthatják el feladataikat a védőnők. Az úgynevezett toppos keretből másra is jut forrás a településen és a térségben. A térségünkben nagyon sok pályázatot nyertünk, hál' Istennek, minden önkormányzat. Nagyon várják a települési önkormányzatok az egészségügyi alapellátás fejlesztését, a bölcsődei ellátóhelyeknek a bővítését, illetve új férőhelyeknek a kialakítását, az óvodák fejlesztését. Én azt gondolom, hogy ezek a beruházások mindegyike az itt élő embereknek az életkörülményeinek a javítását célozza meg, és elsősorban azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket célozza, ami komfortosabbá teszi az emberek életét. Nyírbogáton tovább épülhet a belterületi kerékpárút. A település két végpontját fogja összekötni az új kerékpárút, amire mintegy 400 millió forintot költenek. A térségben a külterületi kerékpárutak hálózatának további bővítésére is lesz lehetőség. Nyírbogát vonatkozásában Kisléte és Máriapúcs irányában lesz egy külterületi kerékpárutunk, ami összeköti a 471-est Máriapúccsal, mint turisztikai központtal, és ez nagy lehetőség mind Máriapúcsnak, mind Nyírbogátnak, hiszen a kerékpáros turistáknak lehetősége lesz eljutni a Kegyhelyig. Az uniós támogatásból csak a második körben 21,9 milliárd forintból jut a fenntartható közlekedés feltételeinek javítására. Az Európai Uniós pályázati források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik a második legnagyobb felhasználható összeg, 89,3 milliárd forint. Az első körben elnyert projektek, beruházások a következő év tavaszára, illetve nyarára készülhetnek el.